Köszöntöm kedves nézőinket, Csüveges Eszter vagyok a Hazahúzó mai adásában. Itt Budapesten belül mutatok olyan helyszíneket, ahol igazán kikapcsolódhatnak és egy kicsit egyé válhatnak a természettel. Itt a Kopaszigáton fogunk kezdeni, tartsanak velem! Beszéljünk egy picit a Kopasziget történetéről, történelméről. Mióta van a gát, hogy alakult ki? Ugye az 1838-as árvíz után kezdődött meg itt a folyamszabályozás, és az 1870-es évektől kezdődött a Kopasziget megépítése. Akkor itt a nevét is onnan kapta, egy kopasz zátony volt ezen a területen. És ugyanekkor kezdődött meg a híd túloldalán a Lágymányosi öbölnek, a Lágymányosi tónak a feltöltése. Ugye akkor tájt még egészen a 1900-as évek elejéig egy tó volt a híd túloldalán, és az 1900-as évek elején valahol 1908 körül épült meg egyébként ott a Műegyetemnek a most is látható központi épülete. Egy kicsit sokat ugrok, mert megépült a Kopaszigát, itt a Kopaszigát, aminek a része Budapart jelenlegi területe és az ahhoz kapcsolódó változások igazából a 2000-es évektől indultak meg. Ugye a 2000-es év az egy kultikus vagy hírhedt év volt, akkor indult el a Westbalkán nevű szórakozóhely ezen a területen. Én ugye kicsit régebb óta vagyok fiatal, úgyhogy még emlékszem erre. Akkor ez a terület, ez egy nagyon elhagyatott Dél-Budának egy picit ilyen fekete foltja volt, nagyon sok romos épület volt, nagyon sok szemétlerakó volt, nagyon sok olyan terület volt, ahova izgalmas volt eljönni. Egy kis személyes kitekintés, én itt nőttem föl a környéken, mi a haverokkal mindig a Feneketlen tóhoz jártunk, és akkor jöttünk ki a Kopaszigát környékére, hogyha valami izgalomra vágytunk. Jelentősebb változás után a 2006-tól indult, akkor itt a Kopaszigát területén, amit most is láthatunk, épületek megépültek, ott én építészmérnök vagyok, pár éve dolgoztam akkortájt, és egy általam nagyon kedvelt Turányi Gábor építész vezetésével kialakultak azok az épületek, amik most is láthatók. Már az a terület önmagában is építészek és az épített környezetet szeretők által egy elég kedvelt terület volt. Akkor is már indultak a vendéglátási funkciók, amik mostanra teljesen kibővültek és kiteljesedtek. És állunk ma? Most a Kopaszigáton nagyon sok vendéglátás van, annak minden szegmensét megtaláljuk. Van egy rendezvényközpont, vannak játszótereink. Ugye hát, mivel gát, ezért mindkét oldalon megtalálható a víz, egyik oldalon a Duna, a másik oldalon ugye az öböl. Ahol még fürdeni is lehet. Ahol még fürdeni is lehet, így van. A Kopaszigát az a Budapart része, és a Budapart azóta, ugye 2015-16-os kezdettel egy nagyon komoly változásba kezdett, vagy egy nagyon komoly változás történt azóta. Az ott, a Budapart régi területén található kvázi tényleg elhagyatott részeket teljesen rekultiváltuk, teljesen megváltoztattuk az arculatát, de mindenképp elsődleges fókuszba helyezve a rekreációs lehetőségeket, a parkfelületet, és azt, hogy a vizet közel hozzuk az emberekhez, tehát nyit a park, az épületek a víz felé. Ez nagyon fontos volt számunkra, és egy olyan városrészt hoztunk itt létre, ami vízközeli, nagyon sok parkkal tördelt, de igyekeztünk azon túl, hogy minden egyes utca, amit kialakult, nagyon sok zöld felülettel van ellátva, létrehozni olyan egybefüggő parkfelületeket is, amiket egyben játszótérrel akár tudnak használni családosok is. Nagyon büszkék vagyunk a kacsáinkra,
tényleg állandóan van kacsa, kiskacsa, repkedő kacsa, úszó kacsa, nagyon cukik tényleg. Szerintem egy látványossága most már a Kopaszigátnak és Budapartnak. Van egy teknősöblünk, ahol ténylegesen vannak teknőseink, de talán a legnépszerűbb állatunk az a hód. 2014-ben egy blogger hosszasan írta az itteni hódok megfigyeléséről, akik jelenleg is meglátogatnak minket olykor-olykor. De ezen túl nagyon sok olyan madárfaj él itt, akik a vízpartot kedvelik, vagy vízpart közeli területeket keresik. És egyszer-kétszer előfordult a rókából a cukik fajta, akik megjelennek néha-néha területen. Úgyhogy ezen állataink vannak. Meg hát természetesen nagyon nagy vízfelületünk van, és nagyon sok halfaj él itt az öbölben. Aki nem szeretne kimenni a városból, de mégis látna valami mást és szereti a víz közelségét, kitűnő választás lehet a Kopaszigát, hiszen meg annyi természeti kincs, puha pázsit, tiszta Dunapart és kiülők padok várnak ránk. Akár romantikázó párokról, gyermekes családokról vagy sportolni vágyókról legyen szó, a Kopaszigáton mindenki megtalálja a számára megfelelő kikapcsolódási vagy éppen feltöltődési formát, legyen az vízen vagy szárazföldön. Kopaszigát mellett magasodik a 2022-ben átadott 28 emeletes MOL Campus, mely a maga 143 méteres magasságával Magyarország első felhőkarcolója. Az épület a fenntarthatóság jegyében épült meg, és ezt már a Székház látogatóközpontjában tudtam meg a MOL szóvivőjétől, Bakos Piroskától. A földszinten én is kipróbáltam az interaktív eszközök egyikét, ahol részletesen is megismerkedhettem az épülettel, emellett az energiafelhasználásról, az újrahasznosításról és a környezetvédelemről is sok hasznos információt tudhattam meg. Gyere és próbáld is ki, ide kell állni. És ez az épületet mutatja be, és azt, hogy az épületen belül, melyik emeleten még találhatók meg, ezeket szépen lehet itt követni. A gyerekek nagyon szokták szeretni, amikor elindul maga a szerkezet. Lehet, hogy picit nagyobbat kell integetned, és akkor fog majd beindulni. Itt igazából azt mutatjuk meg, hogy a MOL a különböző, akár a napenergiát, akár a vizet hogyan hasznosítja itt az épületen belül, hogyan próbálunk meg mindent újra felhasználni. És hogyan működik ez itt? Igen, ez nagyon érdekes, ugye az épületben kerestük azokat a megoldásokat, amelyekkel környezettudatosabbá tudjuk tenni a működésünket. Először is talajszondák vannak elhelyezve az épület alatt, ezzel hasznosítjuk a geotermikus energiát az épület hűtés, fűtésére. Szintén elég nagy mennyiségű napelemet raktunk föl az 5. emeleti konferencia termünknek a tetejére, ezzel is természetesen az épület energiaellátását zöldítjük, de hát talán már érzékeltétek, hogy mennyi növény van bent az épületen belül is, ezeknek az öntözését úgy oldjuk meg, hogy fent felfogjuk az esővizet, összegyűjtjük, és ezt a rengeteg növényt ezzel öntözzük. Hasznosítjuk egyébként a szürke vizet is, ugye, amit például kézmosáskor használunk el, azzal pedig a mosdók öblítését végezzük. Az épület 29. emeletén pedig mai adásunk szinte összes állomása látható lesz. Ezen a panoráma
lifttel tudnak felmenni a látogatók. Ugye üveg az első oldala, és hát majd mindjárt megtapasztaljuk, mikor elindul, hogy azért ez gyors, ez 40 másodperc alatt ér föl 120 méterre. Úgyhogy azért ez, ennek van egy tempója. Igen, mint egy repülőn. Ezt általában nagyon szokták szeretni, amikor ide jönnek. Már aki bírja a magasságot. Igen, ugye? Igen. Mondjuk én szerencsére szeretem, meg gyönyörű már innen a kilátás önmagában. Igen, nagyon más lesz majd, ha felérünk. Nagyon más kép látja az ember a várost, mint ahogy eddig bármikor látta az életében, nyilván, mert valóban ez a legmagasabb pont, ugye 120 méterre megyünk föl, az egész épületnek a magassága, tehát a plusz építményekkel együtt 143 méter, de mi egyébként 120 méterre fogunk most ebben a pillanatban kilépni. Wow! Jön a szél, mert felülről nyitott a terasz. Itt már érezzük a levegőt, mert ugye a legtetején nyitott a terasz. Most is borult az ég, de igen, még ilyenkor is nagyon, nagyon szép kilátást nyújt, úgyhogy menjünk is ide. Talán ez a legszebb panoráma, ez az oldal. Általában nagyon sokan ugye ide ülnek le. Hát itt elénk tárul a teljes budai rész és a pesti rész. Ott ugye a Duna, a hidak, lehet látni a parlamentet, itt a bálnát látjuk itt közvetlenül mögöttem, ott van minden, a belváros, úgyhogy ez egy páratlan panoráma, azt gondolom. Hihetetlen. És ugye majdnem 360 fokban végig lehet menni és meg lehet nézni ugye végig a másik oldalt is, a túloldalon ugye már az öbölt látjuk, a Kopaszigátat és úgy a Dunát Csepel felé, úgyhogy végig is lehet itt szépen gyalogolni, sokan egész sok időt töltenek itt, el lehet ülni, van aki könyvvel jön, van aki térképpel jön, és itt tulajdonképpen böngészi, hogy mit is lát. De ugye éppen megálltunk itt mellett a kis kép mellett, hogyha valaki letölti az applikációt, akkor ezen keresztül egy kiterjesztett valóság segítségével még inkább meg tudja nézni, hogy éppen mit lát maga mögött, milyen távolságra van az, amit lát, úgyhogy ez is egy érdekes dolog. Igen, mert van a Google Earth, azt megnyitja néha az ember ott szeret bóklászni, de az, hogy ennyire fentről látni a várost, azért ez ritka látvány. Igen, általában meg is szoktak lepődni az emberek. Nagyobbnak látják a várost, meg szoktok ugye lentről, vagy bizonyos magasságokból, hogy milyen a város, és egyszer csak elénk tárul, kinyílik az egész, és mondjuk ahol mi a 17-en vagyunk egyébként a kommunikáció, na mindig szoktuk nézni, hogy például a Városligetben éppen fönn van-e a hőlégbalon, vagy nem, azt is tökéletesen lehet látni, de csak egy pici pont a távolban, de megismerjük. Azt már érintőlegesen említettük, hogy a környezettudatosság, a környezetbarát felhasználása fontos szerves része az épületnek. Itt ebben a magasságban már inkább nem is a víz, talán még a levegő szóba jöhet, de a nap előtérbe helyeződik. Igen. Ennek a felhasználása hogy érvényesül itt? Igen, ugye mondtam, hogy a talajszondákat, ami a geotermikus energiát használjuk fel, valóban vannak itt fönt napelemeink az épületen, illetve látszik, hogyha kicsit lejjebb nézünk, ott az 5. emeleti nagy termünk teteje az végig be van borítva napelemekkel, ezt is felhasználjuk. Ahogy említettem, az esővizet felfogjuk, a szürke vizet is felhasználjuk, igyekszünk mindent megtenni azért, hogy minél inkább körforgásos legyen ez az épület, és felhasználjuk mindazt, amit fel tudunk újra használni.
mai adásunkban a természeti kincsek és azok védelme kiemelt figyelmet érdemel, és igyekszünk olyan helyszíneket mutatni önöknek, amelyek törekednek megőrizni azt. Egyik zászlósa ennek a törekvésnek a Dunai Poly Nemzeti Park is, melynek székhelye a Schwab-hegyen található Jókai kertben van. Itt vagyunk a Jókai kertben, ami Jókai Mór tulajdonában állt. Mikor került hozzá, és hogy szeretett bele ebbe a birtokba? Jókai Mór 1853-ban vásárolta meg ezt a birtokot, az Egy magyar nábob című regényének a honoráriumából. 28 éves volt az író, amikor megvásárolta ezt a telket, és gyakorlatilag ez egy nagyon-nagyon rossz adottságú terület volt, egy felhagyott kőbánya, tel is tele mindenféle növénnyel, áthatolhatatlan ős dzsungellel. Azt írta, hogy napokig tartott, amíg baltával, fűrésszel utat bírt magának törni, hogy meglássa, mi az, amit felvásárolt. És hát bizony sok-sok évnyi kemény munkájába tellett, amíg aztán egy ilyen gyönyörű, szép virágzó kertet varázsolt. És ő itt élte le az életét? Gyakorlatilag igen, itt töltötte tulajdonképpen a tavasztól őszig tartó időszakot. Neki ugye Pesten is voltak lakásai, élete során több mint egy tucat lakása volt Pesten, de a nyarakat azokat mindig itt töltötte, hiszen ő itt gazdálkodott, veteményese volt, rózsakertet tartott fent, szőlőt művelt, és hát gyakorlatilag ide vonult vissza a világ elől, itt tudott nyugalom alkotni, írni, úgyhogy ez neki egy ilyen önként vállalt, kicsit ilyen számüzetés is volt. És mit található ma a birtoka területén? Most a Dunai Poly Nemzeti Park igazgatóságnak a székhelye található itt. Itt működik a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület is, illetve a Petőfi Irodalmi Múzeum Jókai emlékszobája. És milyen szobor előtt állunk most? Ez az egyik legérdekesebb és legszebb építménye a kertnek, ez az Anakreon szobor, amit Róna József szobrászművész készített, és hogyha jól megnézzük a szobrot, akkor ugye Anakreon egy ókori görög költő volt, róla mintázta Róna József ezt a szobrot, de Anakreon testén Jókai arcát véljük felfedezni. Ennek az volt a története, hogy Róna József mindig is szeretett volna készíteni egy életnagyságú Anakreon szobrot, és amikor egyszer itt volt Jókaiéknál vacsorán, akkor megihlette őt Jókai, hiszen Jókai is a szerelemről sokat írt, a bort is nagyon szerette, ahogy Anakreon, és ezért megalkotta így hibrid formában ezt a szobrot, ugye Anakreon testen, Jókai arcával. És itt a Jókai kertben Jókainak volt kedvenc helye, ahol szeretett mondjuk sokat időzni? Igen, innen nem messze tőlem, mögöttem van egy kis pihenőhely, ez az oroszlános pad, oda járt ki minden hajnalba, ott leült, és akkor ott alkotott ilyen 10-11-ig, végzett mindenféle írói munkájával, és akkor utána onnan elindult és körbejárta a kertjét, és tüzetesen végignézte az összes gyümölcsfáját, a szőlőjét. Vannak kedves anekdoták, amik így fűződnek a kerthez? Igen, igazából anekdota, bár nem annyira kedves, inkább talán szomorú, ami arról szól, hogy Jókai azt szerette volna, hogyha ide temetik őt el a kedvenc kertjébe, a kedves kertjébe. Azt írta, hogy temessetek oda a 4 fehér levelű hársfám alá, nagy kíséret, pompás gyászmenet sem kell. Hát ugye a történelemből tudjuk, hogy nem itt van az ő sírhelye, hanem a Kerepesi úti temetőben, de azért nagyon sok minden emlékeztet arra, többek között ez a szobor is, vannak különböző emlékek, amik Jókaira emlékeztetnek itt a kertben, illetve az a szellemiség, ahogy itt ezt a kertet mi gondozzuk és óvjuk. Az író egykori présházában pedig a Petőfi Irodalmi Múzeum Jókai emlékszobájának ad otthont. A kertben többek között nagy értéket jelentenek a Jókai Mór által ültetett faóriások is, és a kertben megtalálható számtalan növény.
Szintén Budapesten belül található az 1957 óta védett Budai Sashegy természetvédelmi terület is, ahonnan csodálatos kilátás nyílik gyönyörű fővárosunkra. A Sashegy déli csúcsának tetejéről Budapest meg annyi híres épületeit és nevezetességeit is megtalálhatjuk. A látogatók, amikor jönnek, szívesen keresik meg, hogy honnan jöttek, hogy hát, ha látszik a házuk, amiben laknak. Én is megtaláltam. Amiben laknak. Illetve hát, hogyha a horizonton körbe tekintünk, akkor tiszta időben a Mátra csúcsait látjuk, a Dunakanyarban a Naszájt látjuk, a Visegrádi hegységet, a Budai hegyeket körbe látjuk, Budaörs fele, budaörsi kopárokat, Törökugratót, amit látunk, a Tétényi fennsíkot, hogy körbe lehet látni a természeti tájat, illetve az épített környezetet is. Miért kapott természetvédelmi elismerést vagy védelmet ez a hely? 1958 óta védett a terület, itt a város szívében. Az idejáró kutatók azt tapasztalták, hogy nagyon sok különleges növény van ezen a területen, és kis helyen nagyon-nagyon sokféle növény van. Van olyan növényünk, amelyik az utolsó jégkorszak idejéből maradt itt, jégkorszaki maradvány, és van olyanunk is, amelyik az utolsó jégkorszakot megelőző meleg időszaknak a maradványfaja, ami a mainál melegebb klímát jelent, úgyhogy a déli lejtő biztosítja ezt a meleg körülményt ezeknek a növények, és fennmaradhattak. Úgyhogy a tudósok ezt a változatosságot, ezeket a különlegességeket tapasztalták, és mivel eléggé terjeszkedett már a város, hogy meg tudják őrizni, ezért 1958-ban védetté nyilvánították a területet 30 hektáron. A legfőbb értéke itt a felső sziklás részen található sziklagyep, ami különböző fajoknak nyújt menedéket, nem csak növényfajoknak, állatfajoknak is, és egyszerre is nagyon sokféle növényünk van, és a vegetációs időszakban, koratavasztól késő őszig, sőt még decemberben is, egymás utánban is nagyon sokféle növény váltja itt egymást a területen. A város ölelésében itt a természetvédelmi területen meg annyi állat és növény talál menedékre. Innen a kilátópontról, hogyha körbenézünk, itt is a sziklagyepet látjuk. Nyílt sziklagyep. Sziklák a felszínen vannak, ennek sajátos élővilága van, sajátos faj összetétele van, és így április közepe táján, bár kicsit előre van a természet, egy olyan jó 2,5-3 héttel előrébb van, mint szokott lenni, hogyha innen körbenézünk, akkor virágzó kék tengert látunk, a hegyilen virágzik nagy tömegben, az idén tényleg nagyon-nagyon sok van belőle, és nagyon-nagyon látványos. Aztán veronikák díszlenek, kis apró rózsaszín magyar szegfűk, sárgálanak a bakszakállak, amit innen föntről látunk, harangvirág is nyílik, a kakukkfű lila virágai a sziklákat borítják. A napos területeken, amikor kisüt a nap, akkor kibontja szirmait a molyhos napvirág. Úgyhogy nagyon változatos és sokféle, amit most lehet látni. A lejtőkön pedig már az árvalányhajat lengeti a szél. Ezek közül a növények közül van olyan, ami szigorúan védett, tehát nem szabad leszakítani, letépni, hozzányúlni. Itt a természetvédelmi területen semmit nem szabad leszakítani, mert ami a vadvirágokra általában igaz, hogy ott szép, ahol nő, illetve hogyha leszakítjuk, akkor nem biztos, hogy védett a növény, de ha leszakítjuk, akkor pillanatokon belül elhervad, és akkor a földön végzi, illetve hogyha vázába tesszük, akkor se biztos, hogy újra feléled. Úgyhogy ott kell hagyni, ahol vannak, és ott kell gyönyörködni benne, hogy magot tudjon érlelni, el tudja szórni, és akkor következő évben meg utána-utána ismét tudjunk gyönyörködni benne. De vannak kifejezetten védett fajaink, ami a látványosak, de már elvirágzott a leánykökörcsink, tavaszi hérics, ezek a koratavaszi szépségek, illetve a már említett maradványfajok közül a magyar gurgolya, ami fokozottan védett, a déli lejtőn találjuk.
a meleg időszaki maradványfajunkat. Ilyenkor még csak egy kis zöld kaporcsomóra emlékeztet nagyon-nagyon vékony levelekkel, és majd amikor igazán meleg van júniustól, akkor hozza a szárát és ernyőben a fehér virágait, és borítja a hegyoldalt. Igaz, hogy Magyarország nem egy Amazonas, mégis megfordulnak itt a Sashegyen is szép számban ritka és különleges állatok. Nálunk inkább a gerinctelenek azok, amik jellemzőek, tehát ha valaki ilyen nagy patás állatot szeretne látni, akkor nem ide kell jönnie. A gerinctelenek viszont tényleg nagy változatosságban vannak. 280 körül van az itt feltalált és leírt pókfajoknak a száma. Aztán a lepkék közül 1100-nál több lepkefajt azonosítottak, amiben benne vannak a nappal repülő nagy lepkék, pillangók, az éjszakai lepkék, illetve a molyok is, úgyhogy, de ez azért ez egy nagyon nagy szám. Aztán madarakkal lehet találkozni. Ha látni nem is mindig, de hallani azért halljuk a hangukat, illetve ragadozó madarunk is van. Karvaj költ az erdős részen, illetve vörösvércse jár ide vadászni. A vörösvércse gyíkokra vadászik. Ugye a gerincesek közül a hüllők, amik a legnagyobb számban képviseltetik magukat, van három gyíkfajunk, a fali gyík, zöld gyík és pannon gyík. Zöld gyíkot, fali gyíkot általában a megfelelő időjárás esetén a látogatók is láthatnak. A pannongyík az nehezebb, mert az napközben rejtőzködő, és jó szem kell hozzá, hogy észrevegyen az ember. Illetve az igazán szerencsések haragos siklóval is találkozhatnak. Haragos sikló, ugye nem mérges kígyó, nincs méregfoga, de azért haragos, mert amikor zsákmányol, vagy valakit megpróbál elijeszteni, akár egy macskát, vagy rókát, vagy akár engem, akkor fölemeli a fejét, mint a kobra, és egy nagyon vehemensen, hirtelen, gyorsan előre csap. Ön is említette, hogy így a Sashegy az az épületek gyűrűjében helyezkedik el, azért nyilván, ha az ember oda megy a kilátóba is, úgy érzi, hogy a város szívében, közepén van. Mondhatni egyébként, hogy menedékként is használják az állatok ezt a falatnyi kis területet? Hát természetesen. Vannak olyan állatok, amik jól alkalmazkodtak a településekhez és beszoktak. Nálunk ugyan nincs például fehér gólya, de ugye a fehér gólya az ember közelét kedveli. A fali gyík például az, ami bárhol megtalálható, de például a haragos siklónak ez a mediterrán mikroklimájú hely, ez tényleg menedék. Elterjedésének itt van az északi és nyugati határa, mert ugye ez mediterrán faj, és a nyári időszakban ez a tényleg mediterrán forróság, ez alkalmas arra, hogy itt megéljen. Csak hát szegényként veszélyeztetik a bejáró macskák, mert a macskák levadásszák a gyíkokat, meg a haragos sikot. Persze a két méteresre növőt azt nem tudja megfogni, de a frissen kikelt kígyókat azért veszélyeztetik a környékből idejáró macskák. Szerintem most már mindenki érzékelheti, hogy a klímán kezd megváltozni, amit említett ön is, hogy kicsit ilyen mediterránosabb környezet kezd kialakulni és körvonalazódni. Ez valamelyest befolyásolja egyébként az élővilágunkat? Biztosan, mert jelennek meg fajok. Például a poloskát, ha említjük, azt mindenki tapasztalja, ugye a délről érkező poloskák, amik már hétköznapiak itt nálunk is, de ami nem biztos, hogy mindenkinek feltűnik, hogy például a lepkék között vannak vándorlepkék, amelyek nem tudnak áttelelni nálunk, és ilyenkor a mediterrán vidékekre tőlünk délebre húzódnak, és majd tavasszal költöznek ismét visszafele, és egyre gyakrabban van előfordul, hogy ezek a vándorlepkék át tudnak telelni nálunk. És tehát itt találnak olyan búvóhelyet, ami fagymentes, és át tudnak telelni. De találkozhatunk a Sashegyen még mókusokkal, bikapókkal, méhekkel, egyéb rovarokkal, és természetesen színes a madárvilág palettája is.
már megfordultunk a víz mellett, jártunk szinte az égben, mélyeket lélegezhettünk a természet ölelésében, de lássuk, mit találhatunk a föld alatt. Megyünk a házak között, és egyszer csak belebotlunk egy ajtóba, belépünk rajta, és ez a látvány fogad bennünket. Hol vagyunk? Budapest második kerületében, a kicsit tágabb értelembe vett Rózsadombon vagyunk. Itt a föld alatt több mint 100 barlangot ismerünk ebben a zónában. Ezek közül számos barlang van, ami meghaladja az 1 km hosszúságot. A legjelentősebb a Pálvölgyi barlangrendszer, az pedig az ország leghosszabb barlangja. Ez, ahova bejöttünk, a Szemlőhegyi barlang, ez kicsit több mint 2 km, 2200 méter hosszú. Ebből körülbelül egy olyan 500 méter, amit a túra során megteszünk a föld alatt. Látni fogunk majd egy nagyobb termet, igazából egy folyosó, tehát egy hosszúkásabb nagy terem vagy folyosónak is nevezhetjük, az óriás folyosó. Itt a Budai hegységre az a jellemző, hogy főként magas, szűk, hasadék jellegű járatok vannak, és helyenként így nagyobb termek, de van, ahol a nagyobb termek között is csak úszva lehet közlekedni. Nyilván itt a kiépített részen ilyen nincs, itt mi kényelmesen végig tudunk sétálni. És milyen kőzet vesz bennünket körül? Budai hegység nagy részét karbonátos kőzetek alkotják. Itt, ami minket most ebben a teremben körülvesz, ez egy 40 millió éves mészkő, eocénkorú mészkő. Ez alatt itt a Budai hegységben egy sokkal öregebb 220 millió éves mészkő van, és a felszín közelében a mészköveken számos helyen találunk egyéb fedő üledékeket, a legjellemzőbb a környéken a kiscelli agyag, oligocénkorú agyag. Akkor szerintem induljunk és nézzük meg, hogy mi található a barlang belsejében. Addig viszont beszélgessünk arról, hogy milyen élővilága van a barlangnak. Általában amikkel így a turisták találkozhatnak barlangokban, azok denevérek. Itt a Szemlőhegyi barlangban jelenleg tudomásunk szerint nincsenek. Ugye a bejáratot zárva tartjuk, és mivel itt a felfedezők, amikor bejöttek, akkor nem voltak denevérek, így mi sem szeretnénk külön, hogy beköltözzenek ide. Ellentétben például a Pálvölgyi barlanggal, ahol elég nagy létszámú denevér kolónia telel, minden télen száznál is több példány az, amit a bejárat közelében meg lehet számolni a kutatóknak, és hát beljebb még többen élnek. Itt neked balra például ez úgy néz ki, mint egy brokkoli, vagy egy karfiol. Ez milyen képződmény? Falakat nagy gazdagságba borítják, pontosan így, ahogy hallottuk, vagy brokkolinak, vagy helyenként karfiolnak emlékeztető, karfiolhoz emlékeztető kiválások. Ők összefoglaló névem borsókövek, karfiolok, amik a meleg vízből rakódtak le ide a barlang falára, ezzel már el is árultam, hogy egykoron a meleg víz volt az, ami ezt a barlangot kialakította, ellentétben például az északi középhegységben található aktaleki baradla barlangtól, amit a hideg patakvizek alakítottak ki. Az előző teremben említetted, hogy például 200 millió éves kövek vesznek bennünket körül. Ezek hány év vagy évszázad, ezred alatt alakulnak ki? Nagyjából azt gondoljuk most, hogy a körülvevő kőzet az ugye az alsóbb járatok belenyúlnak a 200 millió éves, 220 millió éves mészkőbe. Itt a járatok zöme a 40 millió éves mészkőbe van, de hát nagy kérdés, hogy maga a barlang mennyi idős. Ezt picit nehéz megfogni, hiszen arra leszünk kíváncsiak, hogy itt a kőzetben lévő semmi mennyi idős, ezt nehéz vizsgálni, de pont a képződmények vizsgálatából derült az ki, hogy jelen álláspontunk szerint körülbelül ennek a barlangnak a kora 1 millió év környékére tehető, akkor kezdtek el a járatok kialakulni. Maguk ezek a borsókövek, karfiolok, majd fogunk látni kalcitlemezeket, a képződmények, azok néhány százezer évesek. Sőt, vannak olyanok, amik jelenleg is képződnek, de azok már nem a melegvizes képződmények, hiszen jelenleg nincs melegvíz már a barlangban, hanem a hideg csepegő vízből kiváló cseppkövek.
Azon túl, hogy a barlang önmagában lenyűgöző látvány, és nyilván érdemes ellátogatni legalább mindenkinek egyszer, hogy lásson egy ilyet közelebbről, már ha nincsen klausztrofóbiája. De ha jól tudom, akkor ennek jótékony hatása is van az egészségre, és vannak olyan emberek, akik kifejezetten az egészségük miatt látogatják a barlangokat. Ez miért lehet, és mire van jó hatással? Az 50-es években az aktaleki békebarlang felfedezésekor kezdtek felfigyelni arra, hogy a felfedezés lázából senki nem akart kimaradni, így aki egy kicsit meg volt fázva, az is lement a barlangba, ahol hideg víz is van, és nemhogy rosszabbul lettek volna, hanem jelentős javulás állt be az egészségükbe, így gyakorlatilag elkezdték ezt vizsgálni, és rájöttek arra, hogy a barlang levegője nagyon tiszta, nagyon magas a levegők páratartalma, és még számos ilyen tényező van, ami összességében azt eredményezi, hogy a barlangoknak általánosságban elég jótékony hatása van a légúti megbetegedésekre, és így számos barlangban működik, vagy működött barlangterápia, ahol főként asztmások, allergiások, COPD-sek és egyéb légúti megbetegedésbe szenvedők jártak le nap mint nap 1-2 órára, ami jelentősen javította az ő állapotukat. Itt van is egy tábla, egy emléktábla. Ez kinek az emléktáblája? A felfedezésnek állít emléket. Kesslerné Szekula Mária arcképét láthatjuk rajta, aki a barlang egyik felfedezője volt. 1930-ban fedezték fel a barlangot. A barlang eredeti bejárata a barlang túlsó végén van. Ott a felszínen egy gyógyszerész bácsi megvette ezt a földterületet, építkezni szeretett volna, ott nagyon szép panoráma nyílik Budapestre. De amikor ott tereprendezést folytattak, egyik oldalon egy kis kőfejtőt is nyitottak, abból építőanyagot termeltek ki, akkor lényeg az, hogy így a földmunkák során bejukadtak a barlang egyik felső járatába, leereszkedtek, és elindultak ide velünk szembe. És amikor ide érkeztek, itt van fönt egy kis lyuk, a tűfoka, azon keresztül a négy felfedezőből csak Szekula Mária volt, aki átfért. Ő volt az, aki ezen a szűk nyíláson átbújt. Igen, ide leereszkedett, és a barlangnak ezt a továbbvezető részét aztán ő fedezte fel. A barlang egész évben 12-13 fokos, így nyáron érdemes egy pulóvert vinnünk magunkkal. De a lent található friss levegőért mindenképpen megéri egy plusz réteg ruhát magunkkal vinni, hiszen az ottani levegő jótékony hatással van az egészségre, nem véletlen tehát, hogy sűrűn visznek gyerekcsoportokat is barlangtúrákra, mi is találkoztunk egyel. Itt mellettünk kalcitlemezeket láthatunk, mint hogyha kis jégtáblák lennének egymással lerakódva. Képződésük is egy picit hasonló a jégtáblákhoz. Amikor egykoron itt víz volt, még a járatot valameddig víz töltötte ki, akkor a víz tetején váltak ki ezek a képződmények egyesével. Nyilván itt nem hideg víz volt, amiből jég vált ki, hanem meleg víz, és a meleg víz tetején a mészanyag vált ki, az oldott mész, és ez először vékony lemezkéket hozott létre, aztán ahol csöpögött a víz, vagy valami egyéb zavaró dolog volt, ott összetöredeztek és lesüllyedtek ide ezek a lemezek. Utána a folyamat újra kezdődött, megint összetöredeztek, lesüllyedtek, majd újra és újra, és így, hogyha megnézzük, itt rengeteg kalcitlemez egymásra halmozódását láthatjuk. Alatta a mészkő van, fölötte pedig mindent beborít a borsókő, amiről már beszéltünk. Eredetileg ez volt a járat egykori ajzata, tehát amikor a felfedezők beléptek ide, akkor ezt látták. Ezt a részt itt akkor vágták át, amikor a járdát kialakították, és így vált láthatóvá, hogy ezeknek a kúpoknak a belsejében igazából kalcitlemezek vannak. De ha jól tudom, akkor te még mutatsz nekünk más érdekességeket is. Akkor haladjunk tovább, és akkor nézzük meg, mi vár még ránk. Hévizes vagy más néven hipogén barlangokra nagyon jellemzők az úgynevezett gömbfülkék, vagy a kisebbek a gömbüstök.
Ezek, ahogy ide is bekukkantunk, gömb, félgömb alakú üregek a mészkőben, amiket egykoron a termálvízből felszálló széndioxid buborékok alakítottak ki. Ilyenből látunk egész kicsiket is, és láthatunk ilyen nagyokat, amiben egy ember is belefér. És ezek a lerakódások, vagy annak tűnő kőzetek, ezek micsodák? Itt ugyanúgy ezek a falon ezek a lerakódások, ugyanúgy kalcitlemezek, mint az előbb megtekintett helyen. Itt erre a ferde, a gömbfülkének erre a ferde falára potyogtak le ezek a vékonyabb lemezkék, és itt aztán összecementálódtak, és így most itt a fal felület egy részét borítják. Akik szeretnek asszociációs játékot játszani, azoknak ajánlom, hogy a barlangokba is alaposan figyeljenek. Hiszen vannak olyan képződmények, amik kísértetiesen hasonlítanak a felszínen található tárgyakra, élőlényekre vagy formákra. A virágos kerthez érkeztünk meg, Budapest föld alatti virágos kertjének nevezték el a felfedezők ezt a helyszínt. Itt a falakat nagy gazdasággal borítják borsókövek, karfiolok, mintha megkövült virágok lennének. Innen egyébként, hogyha betekintünk, elszűkül a hasadék, ez volt az eredeti járat, és utána visszavezet a Mária terembe. És mindig ezt mondtam, hogy lenyűgöző, de azt hiszem, hogy most a csúcsára értünk ennek a szónak, hiszen nagyon szép innen is a kilátás. Ez melyik terem? Megérkeztünk az óriás folyosóban, ez a barlangnak a legnagyobb terme vagy folyosója. Hátul az egyik sziklaalakzat, a barlang jellegzetessége, a boszorkány feje. Ugye ott láthatjuk nagy kampós orrát, egy foga van neki, illetve egy kis kalapja. Hogyha valaki ellátogat ide a Szemlőhegyi barlangba, akkor általában erre emlékezni szokott a túrából. Kedves nézőink, mai adásunk végéhez értünk. Remélem, hogy sikerült megmutatnom önöknek, hogy itt Budapesten belül is számos gyönyörű természeti kincsel találkozhatunk, mint például itt a Szemlőhegyi barlang. Tartsanak legközelebb is velünk, a viszontlátásra! A műsor támogatója a Széchenyi Pihenőkártya.